December 1-e az AIDS elleni világnap, amelyet 1988 óta tartanak meg, hogy felhívják a figyelmet a gyógyíthatatlan betegség megelőzésére. Ebből az alkalomból Szerbia 25 városában ingyenes és teljesen anonim szűrővizsgálatokat végeztek. A dr. Milan Jovanovics Batut közegészségügyi intézet adatai szerint 1985-től ez év november 20-áig Szerbiában 3585 HIV fertőzött személyt regisztráltak, közülük 1105 elhunyt. Magyar Kanizsán is megemlékeztek az AIDS elleni világnapról. Előadóink Sandra Radlovics, a Kikindai Závodza Járnos Drávlje intézmény igazgatónője, Kassa Anna, pszichológus, aki a Kanizsai Egészségházban dolgozik, valamint Bika Izabella doktornő, aki a sürgősségi osztály munkása. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a megelőzés, bármilyen betegségről van szó. A célunk az volt, hogy minél több információt eljutassunk a lakosok számára ezzel kapcsolatban. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének szakági szervezete, a UNAIDS becslései szerint a világon minden 17. másodpercben megfertőződik valaki HIV vírussal. Az 1981-ben járványos méretűvé nyilvánított szerzett immunhiányos betegségben eddig több mint 35 millió ember halt meg.